Na, szép jó reggelt kívánok mindenkinek ezen az októberi ködös és borongós, vagy inkább azt mondom, hogy esős és csepergős reggelen. A Trabant expedíciónak újabb bejegyzését láthatjátok az előbbi táblából idézve, Verdun városából, ahol barátom elmondása szerint az első világháborúnak összesen 4 esztendeig folyt ez a verduni csata elnevezésű dolga. Megpróbáljuk megnézni a várost, és utána bekéreckedni egy erődben is, hogy ennek a megmaradt emlékeit egy kicsit megnézegessük.
Verdőn és a nagy csontár megvizitálása után a Dómoni erődbe bátorkodunk be, és megnézzük ezt az erődítményt, amelyik a Maginó vonalnak része belülről is.
visszanyar ide vissza. Óvatosan az erdőben megközelítjük egyetlen egy robbanásnak a helyszínét, amiket remélem, hogy az optikám segítségével vissza tudok fogni nektek tudni adni. De imhol, ez itt egy bombatölcsér. Tulajdonképpen be se tudom fogni a hatalmas látványt. Ez volt egy bombának a műve. Nos, még mielőtt bárki is kiröhögne komolytalankodás címszóval, hát három darab eszköz van nálam a komoly kutatásokhoz, és ezt az egész nagy kaliberű ólommagot találtam itt ezen a helyszínen. A tüzetes bevizsgálással is egész egyértelműen egy ólommag, amik megfelelően van deformálódva már. Sőt, mint több ország a kilövés pillanatában meg is olvadt. És hát ugyebár beleállt ebbe a fának a maradványaiba. És kikereshető volt innen. Szép estét mindenkinek! Az Epárzsi erdőben tett sétánkat gyorsan frissen körbe vezetlek benneteket. És hip-hop, találok egy fát. Nem tudok máshogy jobban megközelíteni, mint hogy az a piros betűsorozat, az föntről lefelé olvasva egy danger kifejezést akarna. Vajon mire szolgál ez a dolog itt ebben az erdőben? Hip-hop, nem talán erre? Ez egy valószínűleg az első világháborúban föl nem robbant bomba, amelyik barátom és tájidegen idegenvezetőm elmondása alapján immár a 3 éve heverészik az erdőben. Mindez csak azért érdekes, mert persze bejelentve be van, olyan szinte, hogy a traktorosok, amikor áthajtanak fölött, akkor vetnek egy keresztet, aztán bőszen szállítják tovább a saját fájukat hazafelé. Na,
további kellemes estét mindenkinek. Tovább sétálgatva itt a szép őszi erdőben, miközben ropognak a falevelek, egyenlőre a falevelek alattam. Módosítanám az előbbi megjegyzésemet annyival, hogy a bombáról tudnak 3 esztendeje, de természetesen, mivel a háború közel, illetve 100 esztendeje fejeződött be, ezért több mint 100 esztendeje van itt. És közben azért óvatoskodok az erdőben, mert bár a mélységélesség nem adja igazándiból jól vissza, hogy micsoda tátongó lyukak és álkok, bokrok vannak előttem, de az bizonyos, hogy az itt keresztben előttem futó árok, ez hajdanában lövészárok volt. Ha beleereszkedem, talán akkor fogunk jobban ki nem látni belőle. Hoppá! És íme egy hajdan volt első világháborús lövészárok. Körbemutatom. Nagyon szépen fut a domboldalon, mindenféle kergebucskával és elágazásokkal. A mellette felfelbukkanó gödrök, azok pedig a hozzátartozó bombatölcsérek. Közben csak azon gondolkoztam el, hogy a napokban olvasgattam a Wikipédiát, és erről a területről, Verdőn, észak-nyugatról, nem, észak-keletről, a város fölött átívelő ívben egészen a délnyugati szakaszig egy olyan szintű szennyezett terület, ez a szennyezett az úgy értve mezőgazdasági művelésre alkalmatlan, és sajnos repeszektől, bombáktól, gázgránátoktól, emberi maradványoktól szennyezett terület, amit mindig is egy zón rúzsnak, azaz vörös zónának neveznek a franciák, és nem ritkán még a belépést is tiltják ide. Most erről egy tudományos megállapítás az, hogy az elmúlt 100 esztendőben a felszámolt bombák száma, meg a megtalált repeszek számából ítélve, ezeknek az erdőségeknek, meg a mezőgazdasági területeknek a megtisztítása még közel 700 esztendőt igényelne. És azt hiszem, hogy ezzel zárom a emberiség első világháborús jó cselekedeteinek a sorát. És hát várlak majd benneteket valami szívélyesebb témával. Szép estét mindenkinek!